Tisztelt igazgató, előbb felvetődik a kérdés, hogy most a vállalatot ünnepeljük, vagy Bélát ünnepeljük, hogy 25 év. Szerintem mind a kettőt ünnepeljük, és nagyon örülök, hogy ilyen körbe ittetek, tisztelt püspök úr, elnök urak, polgármester úr. Valóban ez a 25 év, ez egy nagyon nagy távlatot is jelent, és én két számot emelnék ki még itt ebből a 25 éven belül. Ha jól tudom, a vállalat egy 50 négyzetméteres kis műhelyből indult, és a legfrissebb számot most sikerült beszereznem, most 70 ezer négyzetméternél tartunk. 70 ezer négyzetméteren folyik a gyártás, vagy ha úgy tetszik, a vállalatbirodalomnak a tevékenysége. Tehát az 50 négyzetmétertől jutottunk el 70 ezer négyzetméterig ez alatt a 25 esztendő alatt. És ha valaki eddig el tud jutni, akkor tegyük hozzá, hogy valamit tud. Valamit tud olyat, amit más vállalkozások nem tudnak. Én úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb az, hogy mindig nyitott volt valami újra. Nagyon sok vállalat egyébként egy meglévő üzleti modellt, vagy egy meglévő terméket állít elő. És valószínűleg a titok valahol ott van, hogy mindig tovább fejleszteni vagy a terméket, vagy a vállalatot. Tehát egy ilyen folyamatos fejlesztésben zajlott a 25 esztendő, sőt a mai nap azt is bizonyítja, hogy további ötletek és további fejlesztések vannak. És tulajdonképpen ez az, ami a hazai ipart erőssé teheti, azok a vállalkozások, amelyek képesek állandóan megújulni. Van nagyon sok olyan vállalkozás, amely csak a meglévő modellt vagy a meglévő terméket viszi tovább, de ahhoz, hogy 25 évig, és kívánom, hogy még 25 évig, vagy még azon túl is sikeres legyen a vállalkozás, ahhoz mindig kell valami folyamatos újat találni, gyakorlatilag egy állandó megújulásban létezni. Ugye nagyon sokszor vitatkoznak Európában a magyar gazdaság politikáról. Nekem tegnap előtt Brüsszelben a versenyképességi tanácson volt alkalmam részt venni, ahol a ipar politikáért is felelős miniszterek voltak. És egy nagyon furcsa változás lehetett megállapítani mondjuk a ezelőtt 3 évvel előtti időszakhoz. Ugye akkor, amikor mi kormányra kerültünk, tehát a magyar új kormány elkezdett tevékenységét, akkor hangsúlyosan megállapította, hogy Magyarországon egy újra iparosításra van szükség. A válságból azt a tanulságot vontunk le, hogy valamit előállítani, amit meg lehet fogni, tehát eladható termék, annak az előállítása, annak a gyártása, ez egy fontos, sőt a válságból való kilábalásod is fontos. Most ezelőtt 3 évvel, amikor mi ezt mondtuk, hogy újra iparosítás, vagy a magyar kormány ezt mondta, akkor mindig nagyon furcsa, ilyen kérdőjelek voltak, hogy most valami szocialista újraiparosítás, vagy valami hasonló dolog. És furcsa módon tegnap előtt épp azt tapasztaltam, hogy mind az Európai Unió iparpolitikáért felelős biztosa, Antonio Tajani, de 27 miniszter is kiállt emellett, szó szerint ezt a kifejezést alkalmazta, újra iparosításra van szükség Európában. Nem elegendő az, hogy mondjuk csak a belső piacot erősítsük, nem elegendő az, hogy a vállalkozások adminisztrációs terheit, azok mindig nagyon magasak, azokat csökkentsük, hanem szükség van egy nagyon aktív iparpolitikára, és hát azért illik összehangolni más területi politikákkal is, amelyek esetleg az ipart éppen akadályozhatják. Tehát 3 év alatt azért eljutottunk oda, hogy Európában is van egy nagyon jelentős váltás, az iparpolitika céntként jelenik meg. Az Unió persze mindig szeret valamilyen számokat maga elé tűzni, jelenleg Európai Uniós átlag 16% az ipar hozzájárulása a GDP-hez, ezt szeretné 20%-ra fölemelni. Magyarországon ez 27%, tehát ezt már mi mit teljesítettük. Én úgy gondolom, hogy olyan vállalatokra és olyan hazai iparra és hazai tulajdonosi háttéri iparra, mint amilyen a Karsai Holding is, ilyenre van szükség Magyarországnak, amely képes megújulni. És ha megengednek még két gondolatot a magyar gazdaság politikáról, éppen a tegnap előtti naphoz kapcsolódva. Tegnap előtt, hogy nem csak annyi történt, hogy az Európai Unió ipar politikával foglalkozó miniszterei megerősítették, hogy ipar fejlesztésre és újra iparosításra van szükség, hanem nagyon fontos az a bejelentés is, amit a bizottság tett, nevezetesen azt javasolja, hogy Magyarországgal szemben a túlzott deficit eljárást megszüntesse.
ugye ez egy nagyon hosszú folyamatnak tett a végére pontot, annak a 3 éve zajló, nagyon kemény és nagyon nehéz pénzügyi stabilizációnak tett a végére, vagy tesz végére pontot, ugye még azért megvan a formális döntés és a formális folyamat, tehát június végén lesz hivatalosan is, ez igazából a pénzügyminiszterek tanácsa által elfogadott, de egy hosszú, nehéz és valóban küzdelmes pénzügyi konszolidációnak tesz a végére, immár politikai pecséttel ellátott végét. Sok vita zajlik jelen pillanatban Európában, hogy pénzügyi stabilitás vagy növekedés. Ez körülbelül a francia választások óta Európában egy eléggé szélesen terjedő vita. Én úgy gondolom, hogy ez az a vita, ami sehova nem vezet, és nem éppen szerencsés maga a vita. Mert hogy mindkettőre szükség van. És ennél még rosszabb a dolog, egy egészséges pénzügyek nélkül nem lehet egészségesen növekedni. Tehát első feladatunk az volt, hogy a pénzügyi stabilitást teremtsük meg. Ehhez ad visszaigazolást az a döntés, amit a bizottság hozott ezelőtt 2 nappal, hogy Magyarországon a közpénzügyek rendben vannak. Magyarország képes volt végrehajtani azt a nagyon nehéz fiskális stabilizációt, ami az alapját teremti meg egy egészséges növekedésnek. Időközben végigvittünk nagyon sok reformot, itt az adminisztrációs reformtól kezdve a munkaerőpiacot érintő adóreformok és nagyon sok reform, aminek szerintem egyetlen egy igazi üzenete és lényege van, a teljesítmény kapja meg jutalmát. Ez a munkaerőpiaci reformnak a célja, ez az egykulcsos adónak a célja, és minden más lépésnek is az a célja, hogy a teljesítmény ebben az országban érje meg erőfeszítést tenni, akár 25 éven keresztül is egyébként, meg még további 25 éven keresztül, érje meg erőfeszítéseket tenni ebben az országban, és ehhez kellett kialakítani azt a reform sorodatot, amit az ország végigvitt. És most jutunk el a 3. lépéshez, és én úgy gondolom, hogy ez talán most a legfontosabb. Miután a pénzügyi stabilizációt végrehajtottuk, miután egy elég széleskörű reformsorozatnak a végéhez értünk, adórendszertől kezdve minden más alakításnak a lezárásához. Most jött el az az időszak, hogy végre fejlesztés politikáról beszélhetünk, végre arról beszélhetünk, hogy ipart hogy lehet Magyarországon tovább erősíteni, hogyan használjuk fel 2014 és 20 között érkező uniós forrásokat értelmesen. Ebben én úgy gondolom a kormánynak az a döntése, amelyik azt mondja, hogy a beérkező források 60%, azaz 60% a 14 és 20 között közvetlenül gazdaság fejlesztése. Ez részben a gazdaság környezetét is jelenti, tehát és Fehérváron ezt nem is kell mondanom, hisz itt ennyi ipari park van, hogy ki se látszik a város, tehát nem lehet tudni, hogy hol jön be az ember, mindig valami ipari parkba botlik. Tehát itt úgy gondolom, hogy ez egy élő modell, de azért itt is van még olyan sok elem, amit minőségileg érdemes fejleszteni. Elegészen a vállalkozásoknak a továbbfejlődéséhez szükséges forrásoknak a biztosításához. És annak nagyon örülök, hogy miután a pénzügyi konszolidációt sikerült, és ugye ehhez visszaigazolást is kapunk lezárni, miután a reformokat sikerült végigvinni, aminek, ahogy említettem, egyetlen egy nagy üzenete van, legyen érdemes dolgozni ebben az országban, és a teljesítmény az kapja meg jutalmát. Tehát ez a lényege. Most eljutunk oda, hogy valóban fejlesztéspolitika, az ország fejlesztésével foglalkozhatunk, és én nagyon örülök annak, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek 50.000 négyzetmétertől eljutnak 70.000 négyzetméterig. Én nem tudom, hogy innen 70.000 négyzetmétertől milyen számok jönnek, de ehhez kívánok nagyon-nagyon sok sikert. Köszönöm.